bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. Az üres szoba. Kaphatnék én is valamit inni. De hiszen tudod, ez a hely számodra tiltott terület. Csak egy fél percre. Na jó. Menj vissza az utcára. Itt van, itt meg. Köszönöm. Nem játszol valami jól. Tudom. Mára hagyjuk is. Fejezzük be. Engem sem szórakoztat téged se, úgyhogy inkább hagyjuk. Kiiszom a sörömet. Jó éjszakát. Aludj jól, Carla. Maga mit keresi? Nem volt becsukva a kocsi ajtó. Valóban. Attól még nem kell beszállnia. Én csak egy száraz helyet kerestem. Megtalálta, úgyhogy most takarodjon. Vigyen magával egy darabon. Valahol útközben kitehet. Mennyi? Nem akarok az esőben állni. Ingyen is megcsinálom. Ingyen? Komolyan mondja. Ezt még megbeszélhetjük. Az utcán strichel? Csak a kapcsolatok miatt. De nem odakint dolgozom. Hát hol? A szállodában. Vagy, ha nem probléma, és azt kéri a kliens, akkor otthon. Á, szóval vigyelek haza magammal. Csak, ha nem gond. Vagyis, ha nem várja otthon a család. Ha otthon van a család... Nincs otthonom, nekem nincs családom. Ez meglehetősen ritkán adódik, hogy a körülmények ilyenek, ilyen rendkívül kedvezőek. Mi ebben a kedvező? Hát az általános körülmények. Kinek kedvezőek? Ha valakinek nincs családja, mindig azt teheti, amit akar. Mondja kérem, van itt fürdőszoba? Igen, van. És megengedi, hogy beálljak a zuhany alá. Zuhanyozzon le. Arra van a fürdő.
Köszönöm. Köpeny lóg a falon. Vegye fel a fehéret. Határozottan jobban érzem magam. Két köpenye van. Az egyik mégiscsak egy női lehet. Az, amelyik rajtam van. Az a lotyóknak van. Na, öltözzön fel, visszakísérem az utcára. Nem is érdeklem magát? Egyáltalán nem. Fizessem ki a zuhanyozás árát is? Nem kell, azt ingyen adtam. Mégis mit képzel magáról? Ki maga? Tudom, hogy ki vagyok. Maga juttatta eszembe. Nem kell félnie. Felöltözöm, amilyen gyorsan tudok. Miattam ne boruljon ki. Köszönjük. Itt vannak a személyes iratai. Ezt a nőt egész biztosan nem itt tölték meg, hanem valahol máshol, ugye? És egészen idáig cipelték. Ráadásul egy darabig kézzel vonszolták, mert az autóval csak ott lehet megállni. Az illető idehozta és átdobta a szalagkorláton. És utána hajította a táskáját. Itt egy hivatalos igazolás, egy szakrendelőből. Arról, hogy HIV negatív. Szóval prostituált volt. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel, Frau Zelke. Jó reggel, Klüzerke úr. A postáját az íróasztalára tettem. Köszönöm. Jó reggelt, Albert. Jó reggelt, Karl. Igen, ez ő. Igen, ő az. Azt mondja, meghalt. Meghalt. De hát mi történt vele? Hol találták meg? Egy autópálya melletti töltésen. Meggyilkolták? Megfojtották. Megfojtották. Mindig mondtam neki, ne menj ki az utcára strichelni, kérlek. Fogalmad sincs, mi folyik manapság az utcákon. Vannak
olyan alakok, akik szemében egy utcalány élete semmit sem számít. Mindig mondtam, légy óvatos. Légy óvatos. Úgy könyörögtem neki, hogy vigyázzon magára. Igen, tegnap este itt járt. Mint egy ázott űrge. Adtam neki egy pohár pálinkát. Aztán kiküldtem. Innen ki van tiltva? Kárl, mikor a kocsimhoz mentem, láttalak titeket. Egy nő ült melletted. Aki itt szerepel ebben az újságban. Megöltek egy prostituáltat. Igen, ő az. Beültem a kocsimba, és ott anyázott, mert én nem zártam be az ajtót. Beült, mert annyira zuhogott az eső. Megölték. A rendőrség számít az együttműködésünkre. Együttműködés. Gondolod, hogy jelentkeznem kellene? A rendőrségnél akarsz jelentkezni? Hát persze, miért ne tenném? Lehet, hogy segít nekik a vallomásom. Már is felhívom őket. A helyedben nem tenném. Még a végén belerángathatnak valamibe. Akkor miért említetted, hogy láttad velem azt a nőt? Így te is tanú vagy. Igen, csak hogy én tartom a számot. És neked is ezt ajánlom. Na jó, először is együnk. Mi a menü? Lőzerke úr, ugye azt kérte, hogy hívjam fel a bűnügyi rendőrséget? Igen, azt kértem. Kivel lenne a legjobb beszélni? A gyilkossági csoporttal? Talán igen. Hívja fel a gyilkossági csoportot. Nagy hibát követsz el. Hidd el nekem. Nevet fel! Aha. Szóval tanú volt. Be tudna ugrani az őrszobára? Fél óra múlva mehetek. Jó, az Edstrasszén vagyunk. Viszal. Én kötelességtudó állampolgár vagyok, tudd meg. Teljesen hülye vagy. Miért közölted velem, hogy láttad azt a nőt a kocsimban? Miért? Nem volt semmi hátsó gondolatod? Na jó, indulok is. Remélem, vissza is jössz. A nevem Kárl Luzerke, nős vagyok, 48 éves, banki alkalmazott, középvezetői szinten dolgozom. Tegnap este egy kollégámmal elmentünk egy biliárterembe. Én elég rossz hangulatban voltam. Nem volt kedvem tovább játszani, és kimentem a bárból. Ott kint zuhogott az eső, mintha dézsából öntenék. Az autómhoz futottam. A kocsimban ott ült az a nő, akinek a fotóját ma megláttam az újságban. Egy prostituált keresett menedéket az eső elől a kocsimban. Ott szárítkozott, mert én elfelejtettem bezárni az ajtót. Rögtön azt kérdezte, felmehetnénk önhöz és megfürödhetnék? Először arra gondoltam, hogy kidobom, de aztán mégsem tettem meg. Elég különös helyzet volt. Valóban hazavittem magammal a lakásomra. Ott pedig megkapta, amit akart. Egy meleg zuhanyt. De aztán azt mondtam neki, ennyi volt, kislány, nem érdekel, hogy mit kínálsz eladásra. Fogj egy taxit és menj haza. Ő pedig el is ment. Most pedig megadom önöknek az időpontokat. 11-ig biliárdoztunk. A hazafelé út mintegy negyed óráig tartott, a kislány vagy 10 percig zuhanyozott. Néhány perc alatt tisztáztam vele, hogy nem akarok tőle semmit. Vagyis amikor kiment a házból, 11:30 volt. És nem hívott a kislánynak egy taxit? Az eső már elállt. Úgy gondoltam, ő az utcán érzi otthon magát. Feltehetőleg nélkülem is boldogul. Mintha azt mondta volna, hogy nős, jól mondom? A feleségem 3 éve elhagyott. Egyedül élek. Van egy kislányom. Az idén lett 5 éves. Kénytelen voltam intézetbe adni. A munkám mellett nincs időm gyereknevelésre.
Értem. A vallomását most rögtön jegyzőkönyvbe vesszük, és alá is írhatja. Ahogy jóhagyják. Szerinted egy normális ember mit csinálna ebben a szituációban? Úgy érted, ha elsőben odaszalad az autójához, és azt látja, hogy ott ül egy utcalány? Igen, erre a helyzetre gondoltam. És másnap azt olvassa az újságban, hogy ezt a lányt megölték. Hát egy normális ember ezzel nem megy a rendőrségre, meg sem említi, hogy hazavitte a lányt. Ő azonban pontosan ezt tette. Látod, elengedtek. Teljesítettem állampolgári kötelességemet. Történt valami lényeges? Nem. Mit szóltak a zsarok a történetedhez? Jegyzőkönyvbe vették. Elmeséltem őszintén, hogy a kocsimban találtam a lányt, aki nem csinált titkot abból, hogy miből él. Azt is mondtad, hogy kitetted a szűrét. És el is hitték neked. Nem azonnal dobtam ki. Először hazavittem. Hogy mit csináltál? Hazavittem magamhoz. Lezuhanyozott, majd egy lenge fehér fürdőköpenyben kivonaglott a fürdőszobából. Én pedig mondtam, hogy nem érdekel, tűnjön el, és eltűnt az életemből. Aztán mindenkiéből. Cinikus vagyok? Szerintem a történeted rendkívül éberré tette az egész rendőrséget. Hadd kérdezzem meg Albert Zoderer. Nem kellett volna elmondanom? Nem. Többé nem fogod tudni lerázni a rendőrséget. Engem keresnek? Igen. Még mindig annak a fiatal lánynak az ügyével foglalkozunk, akit ön tegnap éjszaka, mikor is, 11:30-kor kizavart az utcára. És még taxit sem hívott neki. Vajon miért nem? Őszintén szólva, már magamnak is feltettem ezt a kérdést. Általában barátságos ember vagyok mindenkivel, szívélyes, udvarias, türelmes, szeretetreméltó. Ezek a tulajdonságok az olyan helyzetekben, mint például a tegnapi, leveszik az embert a lábáról. Tegnap mégsem éreztem más, csak azt, hogy a teljes közömbösség uralkodik el rajtam. Bejönnek az urak? Gyorsan beállok a kocsival. Nem szükséges, hagyja csak kint. Itt vannak a kollégáim, akik szeretnék átvizsgálni a kocsiját. Átvizsgálni? Igen. Igen, ugyanis maga megölhette a lányt itthon is, és a házában, aztán pedig elszállíthatta kocsival a hulláját. Bevallom, egy kicsit megijedtem. De maximálisan megértem önöket. Köszönjük. Az autó a rendelkezésükre áll. El akarják vinni? Ha lehet, igen. Kérem, még azt mondja meg, hogy pontosan hol ült a lány, amikor tegnap meglátta a kocsijában. Elől az anyós ülésen. Uh-huh. A kulcs benne van, elvihetik. A házat is megtekintik? Nem, azt nem köszönjük. Előbb átvizsgálják az autót. Bár aztán a házba is bemennek. Kezdhetitek, fiúk? Menjünk be. Biztos mindent látni akarnak. Nézzenek csak körül nyugodtan. Háló, fürdő, WC. Könnyen megtalálják. Maga nem megy velük? Mi? Ja, nem. Itt maradok magával. Kutatási téma vonlék az ön számára? Magyarázzon meg nekem valamit. Mit értett az alatt, hogy eluralkodott önön a közömbösség? Ennyire feltűnően fogalmaztam volna? Ez az egyik lehetséges előzménye a gyilkosságnak. A teljes közömbösség, amikor az ember úgy érzi, hogy szinte semmihez sincs köze. Sem a többi ember fájdalmához, sem a többi ember szükségleteihez. Ez munkaköri tapasztalat? Az. Végezzék a munkájukat. Fejezzék be, ahogy kell. Aztán kiteszem az önök szűrét is, ahogy azért az illetőjét tegnap éjszaka. Értettem, uram.
Buzerke úr, találtunk valamit, ami magyarázatra szorul. Kérem, jöjjön velem. Ezen elmagyaráznom. Önök egy üres szobát látnak. Ez a feleségem szobája volt. Már mondtam maguknak, hogy 3 évvel ezelőtt elhagyott. Hosszú ideig vártam rá, hogy esetleg visszatér. De ez nem történt meg. Ezért egy nap kiürítettem a szobáját. És hová pakolta innen a holmikat? Minden lent van a pincében. A felesége 3 éve egyáltalán nem adott életjelt magáról? Nem, soha. Azt mondja, hogy a felesége elhagyta önt. Nem tud róla, hogy most hol él? Nem tudom. Valószínűleg Frankfurtban. De hát csak volt neki valami rokona, testvére vagy ismerőse? A feleségem apja ügyvéd Frankfurtban. De ugyanúgy nem tudja, hogy hol van a lánya, mint ahogy én nem tudom. És nem jelentette a rendőrségen, hogy a felesége eltűnt? Nem jelentettem be. Nem is nagyon hiányoltam őt. Rég elhidegültünk egymástól. Egészen a totális közömbösségig. Igen. Mintha említette volna, hogy van egy gyereke is. Igen, van. Még a szobája is megvan. De ugye a kislány már nem lakik itt. Nem, a helyzetre való tekintettel intézetbe adtam. Hogy hívják a kislányt? Victoria. Már elnézést a kérdésért, de az ön felesége a gyereknek az anyja? Igen. És a felesége egyáltalán nem törődött a lányával? Fel se hívta? Nem. 3 év alatt soha? 3 év alatt soha. Most menjünk le a pincébe. Érdekes, a felesége még a ruháit sem vitte magával? Csak azt, ami akkor rajta volt. Nem néztem utána, mit vitt még el, nem voltam itthon, amikor távozott. Pedig nyilván veszekedés előzte meg. Azt azért nem állítanám. Hangos szó nem esett. Drámai események nélkül váltunk el. Van esetleg képe a feleségéről? Fénykép. Szerintem valahova eltemettem azt is. De előkeresem, ha önöknek ez fontos. Igen, az. A házban nem találtunk semmit, de az autót el kéne vinni, hogy megvizsgáljuk a laborban. Sajnálom, hogy fölforgattuk az egész házat. Köztünk szólva nem lett volna szabad beengednie minket. Már mondtam egyszer, maximálisan megértem önöket. Az jó. Akkor még azt legyen szíves elárulni nekünk, hol találjuk azt a gyermekotthont, ahol a kislánya lakik. Miért érdekli ez önöket? Esetleg náluk jelentkezett a felesége. Az lehetetlen. Csak tőlem tudhatná meg, hogy hol lakik a lánya.
és engem nem kérdezett meg. De szívesen megadom a címét. A feleségnek nyoma veszett, és többé nem jelentkezett se a férjénél, se a lányánál. Még csak nem is érdeklődött a lánya után. Szerinted van erre magyarázat? Olyan, ami megállja a helyét? Én nem igen tudnék. Akkor benned is felébredt a gyanú. Egyáltalán él még? Tessék, Zoderer lakás. Szia, Waltraud. Itt Karl. Albertet keresem. Tudsz jönni, Albert? Luzerke keres. Halló, Karl. Egy kicsit hagyd magunkra. Kérlek. Mondjad. Itt volt a rendőrség. Felforgatták a házamat. Teljesen logikus. Én is megmondhattam volna, hogy át fogják kutatni az egész házat. És? Találtak valamit? Nem találtak semmit. Hamar el is vonultak, mindössze az autómat vitték magukkal. Ezért hívlak, értem, jönnél holnap? Hogy magukkal vitték az autódat? Talán alaposabban körülnéznek a csomagtartóban. Erre is számítanod kellett volna. Mondd, és most nem félsz? Értem, jössz. Igen, érted, megyek. Szervusz. Hello, Albert. Megiszom a kávémat. Köszönöm, hogy beviszel. Azóta újra rendbe raktad a házat? Ne, vandálok jártak itt. Viszont minden zöget zugot átkutattak a szemük, akár a mikroszkóp. Nem rajzoltak fehér vonalat a földre. Mégis mit hiszel? Hogy én öltem meg azt a hölgyeményt? Csak annyit mondj, amennyit a rendőröknek is elmeséltél. Az elég. A csaj lezuhanyozott és megkérdezte, melyik fürdőköntöst vegye föl. Mondtam, a fehéret, az a kurváknak van odatéve. Kilibbent a fehér fürdőköpenyben. Mondtam neki, hogy nem lobbantam iránt a gerjedelemre. És visszaküldtem az utcára. De most induljunk. Kerülj egyet a rendőrőrs felé. Le kell adnom valamit. Hiszen ez egy elragadó nő. Ugye? Frankfurt München közt a vonaton ismertem meg őt. Szembe ült velem a fülkében. Ekkor nekem is ez volt a benyomásom. Milyen elragadó nő. Mennyi ideig éltek önök házasságban? Elvileg most is össze vagyunk házasodva. És a felesége 3 év után lelépett? Máról holnapra? Igen, magyarázat nélkül. Higgyék el, én is igyekszem, hogy valami hihető magyarázatot találjak rá, de nem találok. Elidegenedtünk egymástól. Még csak annyit sem mondtunk egymásnak, hogy viszontlátásra. Ő sem mondta. De nem is vártam el tőle. Jó, de ez nem kellő magyarázat arra, hogy nem jelentkezett. A lánya felől csak érdeklődnie kellett volna. De nem tette. Elvihetem a képet? Nem, megtartjuk magunknak. Köröztetni fogjuk, hát ha látták őt. Az eredményen valószínűleg meglepődnek majd. De a kép maradhat. Elmehetnék, lent vár a barátom, ma reggel ő visz munkába.
Valószínűleg meglepődünk majd az eredményen. Ugye ezt mondta? Na és mi van az autóddal? Az most nem is került szóba. Az legalább biztosan jót jelent. Mondd meg, hogy hálálja meg a kedvességedet? A főnök úr telefonált. Magához kérheti az urakat. Mindkettőnket? Igen, mindkettőjüket. Mégpedig amilyen gyorsan csak lehet. Meséltél nekik valamit? A zsaruk érdeklődnek irántad. Gondoltam, erről illik tudniuk. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Luzerke úr! Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Tessék! Na igen, hallottuk, hogy valahogy belekeveredett egy rendőrségi ügybe. Méghozzá egy elég csúnya gyilkossági ügybe. Hazavitt egy prostituáltat, akit aztán megöltek. És ezt önként közölte a rendőrséggel. Pedig nem lett volna rá szükség. Megmondaná, miért csinálta? Zoderer kolléga látta a kocsimban az illető hölgyet. Ezért ő is tanú. De olyan, aki legalább tartotta a száját. Hogy maga önként jelentkezett a rendőrségen, az nagy hiba volt. Igen nagy hiba. Padlástól a pincéig átkutatták a házát. És? Találtak valami érdekeset? Az égvilágon semmit sem. Csak a kocsiját kobozták el, hogy átvizsgálják a csomagtartóját. Azt vizsgálták meg, találnak-e olyasmire utaló nyomokat, hogy esetleg valaki hullát szállított benne, de azóta egy szót sem ejtettek az autóról. Ez nagyon jó. Gondolja, hogy ezután békén hagyják? Tessék? Megismételné, kérem? Hiszen értetted, nem? Azt kérdezte, szerinted ezután békén hagynak-e? Azt még nem tudom. Ja, és kértek tőle egy régi fényképet Martináról is. Azt minek? Az teljesen más történet. Hát éppen ez az. Ez idegesít engem is. Hiányzik az összefüggés. Igen. Nincs más hátra, megvárjuk, mi lesz. Aggódunk magáért, Luzerke. Néhány napra szabadságot vehet ki. Vagy nem hagyhatja el a várost? Azt hiszem, erről nem volt szó. Avagy... Úgy gondolják, hogy jobb lesz, ha eltűnök. Egyáltalán nem úgy gondoltam. Csak úgy, hogy minden esetben maradjon ura a helyzetnek. Ő az, akin a targa Jackie van. Aha. Igen, az apja leadta nekünk Viktóriát, és azóta rá sem nézett a gyerekre. Pontosan fizet, de nem látogatja a gyereket, nem kíváncsi rá. 3 év alatt egyetlen egyszer sem járt itt. És az anyja? Az anyja már nem él. Hogy? Tessé? Az anyja tényleg nem él? Igen, Luzerke úr legalábbis ezt állította. Az anyja meghalt, ő pedig, mint dolgozó ember, nem tud a gyerekével foglalkozni. Én inkább azt hiszem, hogy nem akarja látni. A gyerek nem hiányolja az apját? Dehogy is nem. Állandóan arra vár, hogy egy nap itt fog állni a szobában. Ez az a müncheni úr, aki ismeri a papát, és azért jött, hogy átadja a papi szívélyes üdvözletét. Szervusz, Viktória! Kaptam egy fényképet a kislányáról azzal, hogy mutassam meg az apjának. Én is mesélek valami érdekeset. A feleség fényképét elküldtem Frankfurtba, névvel és adatokkal. Megtalálták az apját, egy visszavonult ügyvédet. Aki a következőket mondta, igen, ez az én lányom, nem tudom, hogy hol van, és nem is érdekel. Megszakítottam vele a kapcsolatot. Miért szakította meg? Mert a lánya prostituált volt.
A felső 10 000 jól ismerte. Ezt mondta az apja. Münchenbe költözött, hogy hozzámenjen valami balfékhez, akinek sejtése sincs erről. Frankfurt München közt a vonaton ismertem meg. Szemben ült velem a fülkében. És akkor nekem is ez volt a benyomásom. Milyen elragad a nő. Jó napot, Luzerke úr. Jöjjön be. Köszönöm. Ma korábban érkezett haza, mint egyébként szokott, nem? A főnököm megkérdezte, hogy nem jönnék-e inkább haza. És hazajöttem. Azért, hogy megpróbáljak ura maradni a helyzetnek. Ez komoly? És ura a helyzetnek? Nem én fejeztem ki így magam. A főnököm mondta ezt. Ja, értem. Netán én teremtettem azt a helyzetet, amelyikről a főnöke beszél? Az majd hamarosan kiderül. Miért keresett fel? Jártam a kis Viktóriánál. Kaptam róla egy fényképet, hogy adjam át a lánya szívélyes üdvözletével. Látja, helyben vagyunk. Ez a helyzet. Ez az, aminek ura akar maradni, ugye? Nem vagyok én úr. Nem is voltam soha. Ezek szerint meg se akarja nézni a fényképet? Nem, nincs értelme. Tegye el nyugodtan. De azt nem vonja kétségbe, hogy ez a kisgyerek a maga lánya. Nem vonom kétségbe. Igen, ezt megértem. Ön azért nem akarja látni a gyereket, mert az anyja egy közismert prostituált. Erre hogy jöttek rá? A felesége apja vallomást tett, amit ezzel a mondattal fejezett be. A lányom Münchenbe utazott, hogy keressen magának egy balféket, valami hülyét, aki feleségül veszi, mert nem tud semmit az előéletéről. Igen, az apósom igazat mondott. Valóban nem volt róla sejtésem. És mikor derült ki az igazság? Egy estéjén, amelyet a főnököm adott a cég jobb ügyfeleinek tiszteletére. Az egyik ügyfél Frankfurtból érkezett. És ez a frankfurti úr megkérdezte. Ki az a hölgy ott? És dr. Kuss azt mondta. Az egyik alkalmazottunk felesége, Frau Luzerke. És a frankfurti ügyfél azt mondta, nem, dehogy is, ez a hölgy egy ismert és közkedvelt frankfurti prostituált. Én magam is többször lefeküdtem vele, és tudom, hogy megéri az árát. És a frankfurti úr akkor oda ment a feleségemhez. Martina ismerte őt. Vidáman üdvözölte, mint egy régi barátot. Végül is annak is hívhatjuk. A teremben megkezdődött a táncmulatság. És a feleségem azzal a frankfurti úrral táncolt. Közben pedig egyfolytában társalogtak. Aki eddig Frankfurtban dolgozott, most hallottam az úrtól. Mit is mondott végül is, melyik szemétől tudta meg? Dr. Kuss-tól, másnap reggel. Mindjárt reggel behivatott a tárgyalóterembe. Semmi kifogásom a felesége ellen, Luzerke úr. Szeretjük önt. És a feleségét is mit szeretjük? Olyannak, amilyen. A régi maradi erkölcsi elvek már elavultak, hiszen ezt ön is tudja. Mai társadalmunkban már mindenki szabadon él. Ne fájjon a feje emiatt. Ez az egész köztünk marad, jó? És mondja, megbeszélte ezt a feleségével? Meg. De szívem, ezt nem szabad olyan szigorúan venni. Ez egy foglalkozás. Pénzt keresek. Sok pénzt kevés munkával. És nem is jár nagy erőfeszítéssel. Ráadásul kellemes tevékenység. Ez igazán kellemes tevékenység.
Olyan meggyőzően mondta, hogy elhittem neki. Elhitte és el is fogadta? Menjünk fel, kérem. Jöjjön. A szobát akarja látni. Ön nem fogadta el azt, amit hallott. Mindent eltávolított innen, ami a feleségére emlékeztette. Bútorokat, képeket, ruhákat, cipőket, legvégül még a gyereket is. Pedig az a gyerek az ön lánya is. Mondja el, mi történt. Egy napon Cooks ismét hivatott. Luzerke úr, jöjjön. Egy kissé kényes témáról volna szó. A feleségére gondolok, akit már ismerünk, és aki ellen nincs semmi kifogásunk. Ellenkezőleg, jó benyomást tett mindenkire. Ja igen, és hát van neki egy adottság, hogy is mondjam, hogy hatást tud gyakorolni ránk. Mindenkire, aki fogékony rá. Mondtam Martinának, hogy én ezen a téren mindenre nyitott és mindenre rábeszélhető vagyok. És nála nyitott fülekre találta mondani való. Azt mondta, igen, miért ne? Azt kérdezte, ugye nincs ellene kifogása, ha lefekszem a feleségével. Pontosan tudom, hogy mennyi az ára, drága jó Luzerke úr. Annyit fog kapni, amennyit ér. Végül is ön tudja, Luzerke úr, hogy ön ingyen kapja meg azt, amiért másoknak fizetniük kell. Aztán így folytatta. Természetesen ez nálam otthon nem megy. Tudja, a család miatt. Esetleg hotelben. De Martina mondta, hogy van otthon egy szobája. Van egy külön szobája. Én meg azt mondtam neki, hogy a tapintat mégiscsak megköveteli, hogy megmondjam a férjének, nem? De... Ez az a szoba. Ezt mondta. Na de drágám, ne izgasd fel magad. Nyiss ajtót neki. És beengedtem a főnököt. Jó estét, drága Luzerke. Hát igen, most mind a ketten olyan szituációban vagyunk, amelyben muszáj lesz valahogy boldogulnunk, ha nehezünkre esik is. Önnek is, de nekem is. Szabad bejönnem? Akkor sem voltam ura a helyzetnek. Egyre kevésbé voltam az. Egy szép napon Zeller is megszólított. Ismerik őt? Az igazgató helyettesünk. Remélem, ide ülhetek önhöz, Luzerke. Jól érzi magát? Azt mondtam, igen. Jól érzem magam. Dr. Kusz mesélt nekem valamit. Csak nekem mesélte el, senki másnak. Hogy a dolog Martinával mindenféle bonyodalom nélkül zajlott le. Azóta beszéltem erről Martinával általánosságban, és rám vonatkoztatva is. Megmondom őszintén, ami engem illet, engem és Martinát. Feleljen, kedves barátom!
Van ellene kifogása? Ha én felmegyek Martinához? Mert hogy ma estére beszéltük meg. El akarsz menni? Most már megint hova? Nem akarok ajtót nyitni neki. Mi a fene ütött beléd? Az ajtó előtt találkoztam vele. Ahol lúzerke? Mi az elmegy? Azért megjövök. Hiszen Kubasz azt mondta, hogy ez önnek nem probléma. Kérem, lúzerke, azonnal visszafordulhatok. Ismét nem voltam ura a helyzetnek. Azt dadogtam, menjen csak be. Értem, inkább ön távozott el. Gyalog vagy autóval? Nem, ott maradtam a házunk előtt. És hallgattam a zenét. Nem mennénk inkább le? Nem, egyelőre itt maradunk fenn. Azt akarja, hogy ugyanebben a hangulatban maradjak? Úgy van, pontosan. Milyen hangulatban vagyok? Valami miatt nehezére esik, hogy ebben a szobában tartózkodjon. Azt hiszem, hogy ebben téved. Nagyon is. Nagyon is szívesen vagyok ebben a szobában. Egy napon Londonból tértem haza, ahova egy rövid kis utazást tettem. Zoderer kollégám szívélyesen üdvözölt, mint mindig. Na hát, Carl, jó, hogy itt vagy. Azt hittem vele, barátok vagyunk. Jó barátok. Ismertem őt is, a feleségét is. Aki szeretetre méltó asszony. Aztán Albert hirtelen odalökött nekem egy borítékot. Ez micsoda? Tudod, nem volt nálam elég pénz. Martina azt mondta, adod a Carlnak az irodában. Még nem is mesélte el neked, hogy tegnap este nála jártam? Azt mondtam, hogy nem. Még nem mesélt el. De azért átadom neki a pénzt. És másnap elhagyott a feleségem. Most biztosan azt fogja mondani, hogy nem hiszi el. Értem én tisztán minden szavát. Azt mondta, hogy a rákövetkező napon elhagyta a felesége. Belikor, tisztában vagyok vele, hogy ez kihallgatás. Miért nem mondja ezt ki? Más sem jár a fejében, csak hogy ez az űrgeit meggyilkolta a feleségét. Egész biztos ezt hiszi. Hinni valamit nem az én asztalom. Nekem tudnom kell. Viszont annyi indítékot sorakoztatott fel, hogy feltámad bennem a gyanú. Indítékot? Gyűltek a tapasztalatok egymás után. És ha túl sok tapasztalat gyűlik össze, adott pillanatban úgy reagálunk, ahogy az őrült agyunk diktálja. Az indítékot. Később gyártja az ember. Na és mit diktált önnek adott pillanatban az őrült agya? Nagyon jót. Megbeszélést tartottam a kollégákkal. Kértem dr. Kusztól egy meghallgatást. Amin legyen ott az igazgató helyettes, és az én Zoderer kollégám is. Megmondtam nekik, hogy a feleségem eltűnt. Megkérdeztem, hogy nem tudják-e, hol van. Végül is, miért ne tudhatnák, mindannyian bizalmas kapcsolatban álltak vele. Dr. Kuss furcsán reagált. Mondja, mit művelt maga a feleségével? Ezt akartam kérdezni. Mit csináltak maguk a feleségemmel? Mondjuk ön! Vagy te! Mit csináltatok az én drága feleségemmel? Na de, Luzerke úr, kérem, térje magához!
Egyikünk sem tudja, hol van az ön felesége. Na és... Hogy? Csak úgy eltűnt. Szerintem az a legjobb, ha megőrizzük a nyugalmunkat, és megpróbáljuk feldolgozni, amit most Luzerke úr közölt velünk. Tudnélik, hogy elhagyta a felesége. Egy prostituált, akinek elege lett a polgári életből. Igen, most erre kell koncentrálnunk, és egy szót se róla. Világos? Nehogy még a családunk is belekeveredjen. Szóval, akkor tudjuk. Frau Luzerke, hopp, köd előttem, köd utánam. Mit is mondjunk? Hát elutazott. Mi? Igen, talán még visszajön. Azt nem nagyon hiszem. Ezután mondtam, hogy szeretném a szobáját kiüríteni. És hogy szeretném, ha segítenének. Hogy? A kollégái tényleg segítettek önnek ebben, hogy ezt a szobát kiürítse? Igen, mert világosan látták, hogy ez áll az érdekükben. Hát jól van, Luzerke. Segítünk magának. Rendben. Tudjuk gyorsan magunk mögött ezt az egész dolgot. Na és hová pakoljuk el a holmikat? Le a pincébe. És jól megdolgoztattam őket. Ennyi volt az üres szoba története. Tetszett önnek? Nem, egyáltalán nem tetszett. Kérem, jöjjön velem a rendőrségre. Talán, amit most elmesélt, az pontosan 3 évvel ezelőtt történt. Soha nem felejtette el. Aztán pedig hol volt, hol nem volt, történt egy őszi éjszaka, hogy egy kis utcalány a zuhogó eső elől véletlenül az ön kocsijában keresett menedéket. Ön pedig hazavitte magával. Engedte, hogy megfürödjön. Ő pedig magára öltötte az ön feleségének fehér fürdőköpenyét, és ez végképp a feleségére emlékeztette. Igen. Először és utoljára. Árulja el! Miért nem dobta ki a szemétbe a fürdőköpenyt? Nem tudom miért. Tulajdonképpen ki is dobhattam volna. Talán nem akartam mindent elfelejteni. Igen. Én azt hiszem, hogy értem. Azt akarta, hogy a mentség, amit a tettére felhozhat, a szemünk előtt maradjon. Megfojtotta az utcalányt. Ugyanúgy, ahogy 3 évvel ezelőtt a feleségét is megölte. Igen. Megöltem.
Most a lánya is meg fogja kérdezni, hogy hol van az anyja. Vigyék ki, kérem. A pincében temettem el. Rajta hever az összes holmia. A bútorai, a képei, a ruhái, a cipői. Isten segítsen engem is a lányom. Írta Herbert Reinecker. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Besenci Árpád, Kajtár Róbert, Törtei Tünde, Bognár Zsolt, Rosta Sándor, Némedi Mari, Dimulász Miklós, Orosz Helga. Magyar szöveg Herold Ágnes, szerkesztő Kulics Ágnes, hangmérnök Lang András, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Pálinkó Mária, szinkronrendező Kis Beáta. A szinkron a Duna Televízióban készült. Zenét szerezte Eberhard Schöner. Fényképezte Klaus König és Markus Lederle. Horst Tappert.